varázslatos Magyarország. Minden, ami természet. Vadregényes tájak, lankás dombok és végtelen mezők. Az állatvilág rejtett életének békés és feszültségtől izzó pillanatai, művészi ábrázolások, apró életek láthatatlan világáról. Természetfotózás a természetvédelemben. Ez a varázslatos Magyarország világa. A varázslatos Magyarország az ország legizgalmasabb természetfotó pályázata arra biztatja az embereket, hogy menjenek ki a szabadba, örökítsék meg a természet ezer arcát, és fotóikon keresztül mutassák be nemzeti parkjaink élővilágát. A képek nem csak ablakot nyitnak az ország természeti kincseikre azoknak, akik kevésbé ismerik a világot, hanem felhívják a figyelmet a természetvédelem fontosságára is. A VM egy olyan közösség, ahol a természetfotósok az év minden szakában, a rekkenő nyárban és a dermesztő télben is kint vannak a természetben, hogy megörökítsék az élővilág különleges jeleneteit, és a pályázatokon havonta bemutassák munkájuk legjavát. A képeket kiemelkedő eredményeket felmutató, páratlan szakmai életutat bejárt tagokból álló zsűri értékeli hónapról hónapra. A különleges pillanatok felfedezéséhez és megörökítéséhez nem csak jó látásmód, de végtelen kitartás és az élővilág iránti tisztelet is szükséges. A varázslatos Magyarország ezt mindennél többre értékeli. Fotósait ezért egy olyan különleges díjjal jutalmazza, amellyel elismeri a magyar természetfotózásban elért rendkívüli teljesítményüket. A teljes pályázati évad alatt a legkiemelkedőbb eredményeket elérő fotósnak évente odaítéli a Magyar Természetfotó nagydíját. E díj annak testamentuma, hogy az alkotó egy évnyi kemény munkával és tehetsége folytonos bizonyításával kiérdemelte a pályázat legjobbjának járó helyet. A varázslatos Magyarország ezt a nem mindennapi teljesítményt az aranydarú szoborra jutalmazza. Minden évad legszebb képeiből egy gyönyörű fotóalbum és egy nagy volumenű kiállítás készül, melyet a nagy közönség az ország számos rangos kiállítóhelyén csodálhat meg. A varázslatos Magyarország aktívan is kiveszi részét a természetvédelemből. A Ma egy fészek, holnap az óceán természetvédelmi akciósorozat arra invitálja természetbarát és fotós közösségét, hogy az ország nemzeti parkjait járva olyan természetvédelmi feladatokat lássanak el, amelyekkel hozzájárulnak a helyi növény és állatvilág életének egyensúlyához. Nyomtatott fotós és természetvédelmi magazinunk országunk természeti értékeit mutatja be, elismert természetvédelmi szakértők, tudósok és kiemelkedő természetfotósok munkáin keresztül. A vmmagazin.hu hírportál pedig naponta gyűjti össze és tárja a közönség elé a természetvilágának legaktuálisabb híreit. A természetvilágát járjuk körbe. Azokhoz szólunk, akik számára fontos, hogy minél többen tudjanak és tehessenek a minket körülvevő természetért. A VM zöldboltjából a fotópályázat csodálatos képei hazavihetőek fotóalbumok, nyomatok és fali naptárak formájában. Egyedi készítésű vízfestményeken a természet lakói is beköltözhetnek otthonunkba, de magunkkal is vihetjük őket VM öko, bio és újrahasznosított pamutruházatunkon. A varázslatos Magyarország a zene szárnyain is röpteti üzenetét. A VM dalokban neves előadó művészek mutatnak rá a természetfotózás szépségeire és a természetvédelem fontosságára. Meggyőződésünk, hogy a természetfotók és azok készítői maradandó értéket teremtenek, és kiemelkedő szerepet játszanak abban, hogy felhívják a figyelmet a természetvédelmére. A varázslatos Magyarország azért dolgozik, hogy a képek és a természetről szóló tudás, a természet szeretete és tisztelete minél többekhez eljusson, és mindezek által együtt, közösen tegyünk azért, hogy természeti világunk fennmaradjon abban a változatosságban és pompájában, amelyben ma még tündököl. Ez a varázslatos Magyarország világa.